tény, hogy világszerte nő a rosszindulatú daganatos megbetegedések száma, és sajnálatos tény, hogy ennek következtében kialakult halálozás Magyarországon még mindig élen jár, magasabban, mint a környező országokban. Az viszont tévhit, hogy semmit nem tehetünk ezeknek a megelőzésében és a korai diagnózisban, ami valóban a gyors felismerés után jól kezelhető gyógyuláshoz vezethet. A megelőzéshez 5 kulcstényező van, aminek a betartását javaslom. Az első, a dohányzás teljes mellőzése. A második, a rendszeres sport. A harmadik, a túlsúly csökkentése. A negyedik, zöldségben, rostban gazdag táplálékok fogyasztása. És az ötödik, a szűrővizsgálatokon való rendszeres részvétel. Ugyancsak jó hír, hogy rendelkezésre állnak olyan szűrővizsgálatok, amik a korai diagnózist elősegítik. A tüdő, a vastagbél, az emlő, a méhnyak és a prostata daganatok esetében ezek összességében a daganatok 60%-át teszik ki. Egy új lehetőség a TrueCheck lévén vérből történő korai diagnózis, ami már 70-féle daganat esetében elérhető. Javaslom, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amit az Isten hegyi géndiagnosztika biztosít, tévhitek helyett szakértelem.